A Vajdasági Magyar Mérnökök és Műszakiak Egyesülete októberi összejövetelének a Magyar Összefogás programja volt a témája. Pál Károly elmondta, sehol a Kárpát-medencében, sem a világon nincs a magyaroknak ilyen intézménye, amely így jogosultságokat biztosítana a magyar közösség számára. Sehol sem tudnak a magyarok ilyen mértékben beleszólni saját nyelvhasználati, tájékoztatási, oktatási és kulturális életükbe. Ez nagyon fontos, hogy létezik számunkra, mert valamilyen módon lehetőséget nyújt arra, hogy könnyebben átvészeljük ezeket a nehéz időket, és lehetőségünk legyen arra, hogy építve egy olyan új Szerbiát magunk számára, magyarok számára is, amelyben biztosabb jövőt tudunk látni a megmaradásra, az utánunk jövő generációknak, hogy magyarként a fogyás állapotából újra rátérjünk a gyarapodás állapotára. Azt az építményt, amelyet az MNT az elmúlt 4 évben kialakított, most tartalommal kell megtölteni, mondta Bunfort Tivadar előadásában. A réseket betömni, a hibákból tanulni, ami pedig jól működött, azt folytatni. Ez a célja a magyar összefogásnak. Emellett új ötletek is megjelennek a programban. Ilyen dolgok, mondjuk egy kutatóintézet felállítása, vagy egy elektronikus könyvtár elkészítése, vagy a magyar-szerb-szerb magyar szótár elkészítése, ami már nagyon régóta várat magára, de egy picit átgondolása a Nemzeti Tanács által adott ösztöndíjaknak, tehát hogy még igazságosabb legyen, és még minél jobban támogassa azt, hogy a fiatalok itt maradjanak a Vajdaságban, és hogy itt tanuljanak. A program ismertetőn a hallgatóság is javaslatokkal állt elő. Szeretnék, ha a Szabadkai Műszaki Főiskola nagyobb mértékű támogatást kapna. A diákok pedig arra panaszkodtak, hogy nem megfelelő minőségű a szerb nyelv oktatása a középiskolákban. A tervek közül pedig a mérnökök leginkább a kutatóintézet ötletét üdvözölték. Ami legjobban tetszett az, hogy van egy ilyen elképzelés, hogy kutató is egyáltalán ilyen kutatóbázist, magyar kutatóbázist alakítanák ki délvidéken, tehát összefogni azóta még itt lévő magyar kutatókat, akik hát ezen a téren tudnak tevékenykedni, és ami a legfontosabb az, hogy akik át tudják adni a tudásukat. Ahhoz azonban, hogy a tervek közül bármi is megvalósulhasson, szavazni kell október 26-án. A lehetőséggel élni kell, hiszen így tudjuk befolyásolni azt, hogy hogyan éljünk magyarként a Vajdaságban, hangzott el az összejövetelen.